Sziasztok, Könke vagyok. Ez egy újabb sorozat, az Osztom az Észt első adása. Aki egy kis időt is eltöltött már az építőiparban, vagy hosszabb időt kint volt pár órát egy építkezésen, az nagyon jól tudja, hogy a művezetőknél, de akár a szimpla melósoknál nagyobb pletykafészek egyszerűen nincsen. Van egy kis ráérő idő, vagy éppen nem akar senki dolgozni, akkor megy a sztorizgatás, és minden sztorira van egy rásrófolás a másik fél részéről, meg egy kicsit a farok méregetés, hogy ki tud nagyobb sztorit, nagyobbat mondani, nagyobbat vetíteni. Én igazából inkább olyan sztorikat várnék, ami azért a valóságfaktor jobban jelen van. Hát egyébként is elkeserítő az építőiparnak a helyzete, legyünk vidámak, tehát próbálj meg vidám sztorikat hozni, kár örvendeni is szabad. Kezdem én a sort. Világválság előtt egy nagyobb projekten dolgoztam, ez Budapest belvárosa, 6 csillagos luxus társasház, ki lett belezve egy régi bérház jellegű épület, és teljesen újjá lett építve a külső falakat kivéve mindenestől. 6 szinten luxus lakások, már akkoriban, tehát 2008 előtt millió fölötti négyzetméter ára. Én belsőépítészeti terveket csináltam, illetve kijártam magát a munkafolyamatokat ellenőrizni, koordinálni az egészet, úgyhogy nagyon-nagyon sokat tartózkodtam kint lokálisan az építkezésen. Minden ilyen társasházi projektnél készül egy úgynevezett bemutató lakás, még viszonylag az építkezés korai szakaszában egyfajta vevőcsalogatónak, tehát ahol a burkolatokat be tudják mutatni, ahol a kialakítást, milyen belső ajtók, milyen minőség, stb. Stb. Full készre az építkezés kellős közepén elkészül egy lakás, 3. emelet, ültem a konyhában, a konyhapulton, néztem a festőket, ahogy szenvednek, ugyanis hát az angol főnökeim már 6-szorra gletteltették át a falat, mert csúrló fényben még mindig nem volt tökéletes. Volt 2 álmennyezeti lámpánk, amik pont erre rávilágítottak, csokoládé barna falszín, nekik csak a tényleg tükörsima falfüllet volt elfogadható. Hát én megütöttem a festőket, ők meg utáltak engem. A ház, illetve a lakás többi része már zömében elkészült, tehát már be is bútoroztuk, függönyök, lámpák, másfél milliós üvegcsillár az étkező asztal fölött. Tehát full-full luxi az egész. És hát ülök a konyhában a konyhapulton, fölöttem a légtechnikai beszellőzőből valami elkezd csöpögni a padlóra. A padló az... hát a belső építészeti kívánalmaknak megfelelően trópusi fa parketta volt, 30 ezer forint fölötti négyzetméter ára. Elkérdezzétek, hogy miért kvázi végrehajtó voltam, tehát ez kellett, mindegy, elkészült. Na és erre csöpögött le a mennyezetből a, akkor még azt hittem, hogy víz. Nem víz volt. Az épületben komplett légtechnika készült, és hát valamelyik ostoba melós az 5. emelet környékén lusta volt elfáradni a tojtóig, és hát a légtechnikának a öblös torkolatába gondolta elvégezni a dolgát, ami lent nálam csöpögött le a fa parkettára. Magyarul belehugyozott a csőbe, és azt néztem, azt szagoltuk. Azóta eltelt több mint 15 év, de én a mai napig úgy tudom, hogy a légtechnikai rendszert nem lehet 70%-os hatásfoknál erősebb működésre bírni, vagy nem szabad, ugyanis a beledobált 2 dekás üvegek elkezdenek csörögni. Igen, beledobálták a melósok 2 dekás üvegekkel, meg energiaital dobozokkal, meg egyebekkel a csőrendszert, amiben igazából egy kisgyereken kívül nem nagyon lehetne mást bele engedni ahhoz, hogy kitisztítsa, ez benne maradt. Úgyhogy egy bizonyos erősség fölött ezek csörögnek, zörögnek a csőrendszerben. Hát megtalálták azt az optimális teljesítményt, aminél még nem. Szintén ellenél az épületnél, úgy néha úgy elképzelem, amikor a tulajdonos, aki megvette 300 millióért az adott lakást, ül a fürdőkádban, békésen szivarozgatva vagy borozgatva, elégetetten néz körbe. Én pedig tudom, hogy a kád melletti falburkolat, az a szép üvegmozaik, az már a 4. réteg. Ugyanis az első réteget a burkoló
még szürke csemperagasztóval ragasztotta föl, ami szépen átütött a fehér üvegmozaikon, úgyhogy nem vettük át. Igen ám, de mögötte gipszkarton előtétfal van, értelemszerűen kent vízszigeteléssel, tehát ha erről leszednénk, vagy leszedettük volna az üvegmozaikot, akkor az a teljes komplet előtétfal újra gipszkartonozásával, újra szigetelésével járt volna, úgyhogy hát úgy döntöttünk, hogy ragassza rá a következő réteget. De azt már akkor csinálja a hozzávaló fehér csemperagasztóval. Oké, ráragasztotta. Igen ám, csak ha az üvegmozaik alatt nem tükörsima a felület, hát az kidob minden göröngyöt és minden hibát. Ez így is történt. Hát a második réteget nem vettük át, mert olyan gírbe-gurba is egyszerűen okádék lett. Oké, harmadik réteg előtt síkolt ki az egészet, úgy ragaszt rá a harmadik réteget. Hát ezt megtette, csak éppen a mintát azt nem sikerült összefésülnie, tehát el voltak csúszva az üvegmozaik minták egymáshoz képest, úgyhogy a harmadik réteget se vettük át. És végül a negyedik réteggel sikerült eljutni a fejlődés olyan szintjére, ami már átvehető volt. Úgyhogy abban a 300 milliós lakásban 4 réteg üvegmozaik van, nem csak ott egyébként, de itt ez konkrétan egy ilyen eset volt. Ez a burkoló, a művezetők mesélték, 2 évvel ezelőtt, ez még egy másik projekten egy segédmunkás volt, aki a zsákos ragasztót és a burkolólapokat hordta a vállán a tényleges burkolónak. Csak aztán hát úgy döntött, hogy hát akkor vállalkozó lesz és burkoló, mert látott már olyat. És hát a generál kivitelező meg olyan alvállalkozókkal dolgoztat, akik minél olcsóbbak, úgyhogy így jutott el egy ranglétre, ilyen fokára ez a burkoló ember. De ha már burkoló, művezetők mesélték, hogy hát ja, ennél a burkolónál természetesen túl sok munkadíjat nem fizettek ki neki, mert hát a 4 réteg üvegmozaiknak, illetve hát a 3 réteg üvegmozaiknak az árát azt levonták a munkabéréből. Már akkor is 10.000 forint volt egy ilyen üvegmozaik négyzetméterre, úgyhogy sokat nem keresett rajta. Több ilyen anomália volt, ahol visszaszedettük a burkolatot, vagy elbaszták, vagy hasonlók, és hát volt olyan, a művezetők mesélték, hogy volt olyan burkoló alvállalkozó, akit mindezek ellenére kénytelenek voltak kifizetni, mert megmondta nekik, hogy hát megvárja az épület mellett őket, és hát nem biztos, hogy épségben fognak hazajutni, vagy éppen bejutni az épületre, az építkezésre. Konkrétan megverik, megkéserik, úgyhogy kénytelenek voltak fizetni egy-két vállalkozónak a munkabérét, mert hát ha azt akarták, hogy a művezetők többen voltak egyébként, épségben tudjanak dolgozni, akkor sajnos ez ilyen zsarolási potenciál szinten működött egy darabig. Na, természetesen fekete listára kerültek ezek az emberek, de hát abban az adott projektben határidő is hajtott, meg hát honnan kerítsenek másikat, kénytelenek voltak együtt dolgozni velük. Ennél az építkezésnél volt az, hogy ügyfél megérkezett Ferrarival, épület alatti többszintes mélygarázsba lehajtott, és hát a Ferrari az szikrát vetett, leért, ugyanis a rámpaszögek nem voltak megfelelően kialakítva. Úgyhogy dobott egy rükvercet, és hát máshol költötte el az 500 millió forintját, mert hát neki olyan lakás nem kell, ahol nem tud leparkolni az autójával. Tehát ilyen és hasonló sztorikat várnék, ami egy kicsit vidám, egy kicsit karikatúraszerű a magyar építőiparra. Lehet régebbi történet is, tehát lesznek nekem is 30 éves sztoriaim. És lehetnek ezek 2 percesek, mert akkor több beérkező anyagból összeáll egy ilyen 10-15 perces, tényleg pár 10 percnyi vidám percek. Osszuk meg ezt az emberekkel, mosoljunk egy kicsit, még ha más kárára, de akkor is. Jó, a lényeg az, hogy ne legyen beazonosítható se a személy, se a cég, se a helyszín. Oszd az észt, és én tovább osztom. Sziasztok!